Bence, a legutóbbi fordulóban a bajnok PIK Szegedet fogadtátok, és azt gondolom, hogy az edzőtök is megdicsért, meg itt a közönségen is az látszott, hogy egészen büszke rátok mindenki, hiszen amit lehetett, azt megtettétek. Hogy emlékszel vissza erre a meccsre? Mennyit lehetett ebből tanulni, és a fejlődésetekhez például az ilyen mérkőzések hozzájárulnak-e? Nyilván nagyon sokat lehetett ebből a meccsből tanulni, ugyanúgy, mint a Veszprém meccsből, világsztárok ellen játszunk, akik a világ legjobbjaik a adott posztokon. Szerintem mindenkiben azért egy kis hiányérzet maradt, hogy nem tudtunk egy szorosabb mérkőzést játszani. Nyilván mindenki a Veszprémi meccsből kifolyólag várt egy újabb, kisebb csodát, ha lehet így mondani. Ez most sajnos nem sikerült, de szerintem így sem lehetünk elégedetlenek. A Fehérvár Veszprémből már elkezdtük a videózást a héten. Nyilván megnéztük, hogy mi lehetett a hiba az előző meccsen, hogy ugye hogy olyan rosszul kezdtük a mérkőzést, és talán a 20. perctől alakult úgy, ahogy mi szerettük volna. Ez most is biztos így lesz, hogy nekünk fognak rontani az elejétől. Ezt kell megakadályoznunk, azt, hogy gyorsan be tudják fejezni a támadásaikat. Ez nagyon fontos lesz, illetve hogy támadásban pedig türelmesen tudjunk támadni, akár a passzívig, a végsőkig, és úgy góllá befejezni a akciókat. Biztos nagyon parázs mérkőzés lesz, ugye mind a két csapat egy fiatal csapat. Ebből kifolyólag is azért szeretném mindenki megmutatni, hogy ki a jobb, más felől pedig nekik egy élet-halál harc lesz, hogy a késés ellen menekülnek. Nekünk más céljaink vannak, mi szeretnénk minél több pontot szerezni a hátralévő mérkőzésekből, és olyan célra megyünk oda, hogy meg szeretnénk nyerni ezt a mérkőzést.